Bizalmatlanság és gyanakvás az elmúlt időszak pénzügyi botrányai, ügyei miatt. Nemrég ugye egy bank ment csődbe, most a brókercég, nem kevés ember, nem kevés pénze van zár alatt, ami jelenthet bármit, tudjuk. A pénznek dolgoznia kellene, de hol dolgoztassuk? Péter Fiudit riportja. A Budakeshez hasonló botrány, sőt nagyobb is volt már a történelemben. A Lehman Brothers a legnagyobb csőd volt az amerikai vállalatok történelmében. A cég már csaknem 37 milliárd dollárt visszafizetett a hitelezőknek, további 28 milliárd dollárt még ki kell. A Lehman-t 2008-ban a nem fizető adósok és az ő hiteleikkel fedezett értékpapírok árfolyamának összeomlása döntötte be. A Merrill Lynch botrányba a bank tanácsadói más vállalati megbízásokért cserébe tudatosan hamis elemzői tanácsokkal vezették félre a befektetőket. A bank 100 millió dolláros kártérítést fizetett, túlélte. A Libor ügy 2012 nyarán robbant ki, amikor a brit pénzügyi felügyelet feltárta, hogy a Barclays kereskedői a globális pénzügyi válság előtt és alatt haszonszerzés céljából manipulálták a globális irányadó bankközi kamatlábat, a Libort. Aztán itt a Madoff botrány, a piramis játék központja a befektetéssel és pénzügyi tanácsadással foglalkozó üzletág volt. A kártyavár 2009-ben omlott össze, amikor ügyfelei 7 milliárd dollárt követeltek, amit nem tudott kifizetni. Az elmaradt hozamokkal együtt 65 milliárd dollár hiányzott. A szakújságíró pedig jó pár esetet sorol, ahol konkrétan egy broker képes volt megdönteni egy bankot. 5-10 ilyen híres eset volt a Barings Bank például, meg francia bankoknál is volt ilyen. Hát ezeknél akár egy-egy ügynek 4-5 milliárd euró vagy dollár bukások is voltak. Akkora intézményeknél követték el ezt, hogy a legtöbb az túlélt. Tehát mondjuk egy nagy francia bank, az elviselte még ezt a veszteséget is. Korábban Magyarországon is előfordult, hogy bankárok brókerek kezén kattant a bilincs, de ilyen horderejű ügy, mint a mostani, még nem volt. Az elmúlt 13 évben egyáltalán nem volt brókerbedőlés. Előtte volt egy intenzív időszak, amikor 15 brókercég bedőlt. 1998 környéken járunk, és az összesített veszteség valami 4,5 milliárd forint volt. Mennyire rendült meg a bizalom a broker cégek iránt? Nagyon. Ugye az a szomorú ebben az egész történetben, hogy például a felügyelet, a jegybank évtizedek óta azon küzd, hogy ne a piramis játékok, a jogosulatlan tevékenységet folytató, nagy ígéretekkel operáló csalók kapják meg a lakosság pénzét, hanem az menjen a szabályozott piacra. Ha most az történik, hogy a szabályozott piacon is azt tapasztalja az ügyfél, hogy nincs biztonságban a pénze, nem fér hozzá, akár veszteség is érheti, az egy nagyon nagy bizalmi deficit az egész szabályozott piacnak és a tőzsdének. Az emberek a tegnap történtek miatt is bizalmatlanok. Siklóson érthető módon aggódnak az emberek a pénzükért. Egyetlen egy bankban nem rakom be a pénzemet, az biztos. Hozzá az a nyugdíjat és kész, majd én rendezem a számlákat. Ne kezelje az én pénzemet senki. Ilyen bankok. Konkrét befektetési tanácsot az emberek gyanakvása miatt jelen helyzetben a pénzügyi szakember szerint nehéz adni. Abban bíznak, ami a pénztárszájukban, ami otthon van, ez talán látható a rekordméretű készpénz állományban, ami most Magyarországon van, tehát több ezer milliárd forint van készpénzben a háztartásoknak. Mibe érdemes most fektetni a pénzünket? Akár ingatlant is vásárolhat, az az egyik legbiztosabb befektetési forma. És az állampapírokkal mi a helyzet? Az még egy nagyon biztonságos megtakarítási forma, ott akkor lehetünk bajba, hogyha államcsőd van. Befektetési alapok? Azok szintén a legtöbb az nem kockázatos. Van, ahol tőke garancia van, tehát azt jelenti, hogy a berakott pénzünk az elméletileg nem csökkenhet, viszont ott is lehetnek gondok, ott is lehetnek a szolgáltatónál, vagy az alapkezelő nagy gondok. Arany? Kérdés, hogy fizikai aranyat veszünk, nem feltétlenül javaslom mindenkinek, vagy hogy a tőzsdén veszünk aranyat, viszont az aranynak is mozog az árfolyama. Tehát ott is az utóbbi években 30-40-50%-os ár elmozdulás volt. Az utóbbi időben volt olyan magyarországi bank, amelyik csődbe ment. Most egy alapkezelő is veszélybe került, és ugye egy brókercég is lehúzta a rolót. Péterfi Judit, 7-24.